Idén is lesz influenza járvány. A jó Isten adná, hogy csak olyan kevés, mint amilyen az elmúlt években, de a tapasztalat azt mutatja, hogy időnként egy kicsit megbolondul ez a vírus, és agresszívabban támad. A déli féltekén már lezajlódott az influenza járvány, úgyhogy ott már tudnak visszajelezni arról, hogy bizony egy kicsit agresszívabb volt, mint az elmúlt években. Ez a járvány jelenleg még hála Istennek nincs a közelünkben. Jelzés már van, mert nagyon megszaporodott az úgynevezett influenza-szerű betegségeknek a száma, ami tulajdonképpen hasonlít az influenzához. Nátha, köhögés, fejfájás, kis, elesettség, fülemelkedés, láz, ritkábban fordul elő, de ezek azért 5-7 nap alatt simán meggyógyulnak, nincs velük gond. Van egy influenza figyelő szolgálat, ahol bizonyos kijelölt orvosok jeleznek vissza, hogy, hogy volt-e volt-e euh, influenzás a hétem, és akkor abból lehet következtetni nagyjából, hogy hol indul a járvány. Én gondolom, hogy tapasztalataim alapján december vége, január magasságába fog megindulni. Ez amiatt lényeges, mert aki szeretné oltatni magát, most még éppen időben van van a körzeti orvosoknál is kint oltóanyag, van a patikába is oltóanyag. Más oltóanyagot kapnak a 6 hónapos kortól 3 éves korig eső gyerekek. Egészen más miért kapnak a három éves kortól 100 éves korig esők. Én úgy gondolom, hogy, hogy meggondolandó mindenkinek, hogy oltassa ebbe magát. Hát az idősek, krónikus betegek feltétlenül. A többiek között is van azért értelme, mert igen komoly védelmet nyújt, illetőleg hát annyi, hogy egy sima influenza, ugye, ha ö, számolok, akkor három-négy napig nagyon-nagyon magas láz, nagyon nagy fokú elesettség, komoly fejfájás. Három nap után, általában négy nap után elszokott múlni a láz, száraz kínzó kőgés megmarad kettő-három hétig. Mire az eredeti létem visszajön, az körülbelül egy hónap. És akkor még nem beszéltünk arról, hogyha szövődmény van, gyuladás vagy tüdőgyulladás az újabb három héttel meg tudja hosszabbítani a betegséget. Ha valaki ennyi időt kiesik a munkahelyéről, az senkinek nem kellemes. Tehát, ha más miatt nem, emiatt gondolkozzunk el az oltáson. Ami miatt még érdemes lenne elgondolkozni, hogy a koronavírus járvány is jelen van. Mert hullámzóan, picit emelkedik, picit csökken, de itt van. Várható, hogy egy erősebb belobbanás szintén december végén, január magasságában következik be. Ha valaki oltatlan influenzával szemben is, koronavírussal szemben is, az picit nehezebb helyzetben van, mert ott akár egy influenzát elkap, az nagyon legyengíti a szervezetet, és a lábadozási időben simán megkaphatja a koronavírust. Ugyanezt fordítva, megkapja oltatlan a koronavírust, és utána az influenzát a lábadozási alatt még inkább összeszedi, ami nem lenne kívánatos szövődmény, az tipikusan az oltatlan populációból kerül ki, tehát azért gondolkozzunk el ezen. Feltétlenül ajánlom a gyermekeknek az oltást, a hat hónapos kortól már lehet adni nyugodtan. Ez az oltás, ez nem tartalmaz élő vírust, ez vírus darabkákat tartalmaz, úgyhogy hogy nem szokott említésre méltó szövődmény kialakulni utána, maximum egy pici hőemelkedés, vagy egy-két napig egy kicsit nyűgösebb a gyerek, vagy egy pici kis helyi duzzanat, amelyik két napos borogatás után megszűnik, vagy egy nagyon pici hőemelkedés, de nincsen arányba ez a minimális tünet azzal, ami védelmet nyújt, illetőleg gyerekeknél meglehetősen enyhe tünetekkel is lefuthat, akár a koronavírus, akár az influenza, úgyhogy hogy, hogy egy-két napig kicsit náthásabb köétselget megrázza magát, és utána nincs probléma, de viszont a fertőző képessége megmarad. És a az, gyanútlanul az ölébe gyermeket ringató, vagy a, a az ölébe tartva mesélő nagymama, vagy dédmama, simán lazán el tudja kapni. Tehát a gyerekek, mint fertőző gószok szerepelnek, illetőleg annyi, hogy náluk is kialakulhat szövődmény, ugyanúgy, mint a felnőtteknél is, hála istennek ritkán kerülnek lélegeztetőgépre, de rettegett dolog a tüdőgyulladás is, és az arcszerekgyulladás is.